Léptéket váltanak a tüntetések, ezt nem én mondom, hanem a következő tüntetés szervezői, és azt is mondják, hogy a rendszerrel szembeni elégedetlenség tiltakozó energiáit építő erővé fogják átformálni. Hát, hogy hogyan, erről fogunk Vágó Gáborral beszélgetni. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye most vasárnap lesz ez a tüntetés, aminek az a munkacíme, hogy itt a tettek ideje, a március 15-e télre várják a fővárosban a tüntetőket, és itt nem csak beszédek lesznek, meg koncert, hanem különböző akciócsoportok is fognak fórumokat tartani. Ezt hogy kell elképzelni konkrétan? Úgy indult az egész kezdeményezés, hogy a tavaszi tüntetés hullám után minden tüntetés végén összenéztünk az ismerőseimmel, hogy ma se történt semmi, kiráztuk az öklünket, és igazából nem nagyon változott semmi. Hát ezzel valószínűleg sokan voltak. Sokan így voltak így, és ezek az emberek elkezdtek szerveződni, és valamelyikük engem is megkeresett, hogy segítsek a szervezésbe, és akkor ötlött fel, hogy csináljunk egy olyan rendezvényt, amely az alapja lehet egy hosszú távú együttműködésnek, egy hosszú távú munkának, és megtartottuk a tüntetés formát, tehát először a színpadról a különböző négy területnek az arcai el fogják mondani, hogy miért fontos itt lenni. Ez a négy terület az, amiben szeretnénk változást elérni. Mert úgy érezzük, hogy civilként is lehet tenni, sőt, tenni kell azért, hogy jobb legyen Magyarország. Az egyik ilyen terület az a közélet. Miként lehet 2018-ban civilként, állampolgárként ráhatással lenni a választásokra. Másik ilyen terület az a nyilvánosság kérdése, hiszen nagyon kevés olyan szabad műhely maradt, mint például az ATV, ahol el lehet mondani az embereknek a gondolataikat. A harmadik kérdés az az, hogy miként lehet azt a kiszolgáltatottságot és szegénységet, ami ma tapasztalható, azt enyhíteni. A negyedik az pedig az érdekképviselet, hiszen azt látjuk, hogy a szakszervezetek, a sportági szakszövetségek, az összes fajta érdekképviselet, ami arról szól, hogy alulról az emberek érdekeit fölvigye, az most már átpolitizált. De hogyan lesz ezekből az akciócsoportokból, meg a munkából tett? Az a kérdés, igen, hogy először elmondjuk, hogy miért van szükség a tettekre színpadon. Majd utána fórumok alakulnak több száz fővel, ahol az emberek együtt gondolkodásával megbeszéljük azt, hogy mi azon a területen, mik a legnagyobb problémák, és hogyan lehet ezekre a problémákra választ adni. Van erre megfelelő forma, a spanyol Indignados, amelyből a Podemos is alakult, kialakított egy olyan vitaformát, amelynek pont az a lényeg, hogy több száz ember egyszerre tudjon beszélgetni, úgyhogy abból elkerüljük, hogy nehogy káosz legyen. Pont ezt akartam kérdezni, hogy ez nem szokott túl sikeres lenni, amikor meg ilyen bátor demokratikusan több száz ember meg kell tanulni Magyarországnak is azt, hogy itt sok ember sokféle dolgot akar, de csak akkor tudunk sikeresek lenni, hogyha ezek az erők egyfelé mutatnak. És ez a vitaforma, majd utána ezekből a fórumokból akciócsoportok jönnek létre, tehát hogy jelenleg egy tucatnyi akciócsoportnak a terve van meg a projekt vázlatával együtt, és az a cél, hogy ezekhez az ötletekhez emberek is legyenek, és a nyáron 20-30-50 fős csoportok alakuljanak, amelyek ezeket a terveket a valóságba be tudják ültetni. Jó, de ültetni. Akkor most nézzünk például nyilván konkrét terveket, mert hogy én olyat olvasok, hogy mitán gerilla videócsoportokat szeretnének, vagy civil delegáltakat a szavazókörökbe. Tehát ez pont konkrétan ott gyűjtenének embereket, és a végén... Nem, itt a lényege az az, hogy ugye a probléma felvetés az az, hogy 11.600 delegált kell a szavazókörökbe ahhoz, hogy ellenőrizni tudjuk a választások tisztaságát. Uh-huh. Ehhez képest a legutóbbi népszavazáson 1500 delegáltat küldtek be a pártok, tehát alig több mint 10%-ába jutott. Ez abszurd, ez felveti azt a lehetőséget, hogy nem lesznek tisztességesek a választások 2018-ban, mi úgy érezzük, hogy ezt nem szabad megengedni, és épp ezért indítunk erre egy projektet, amely nem azt jelenti, hogy most azonnal legyen 11 ezer emberünk, hanem arra szövetkezünk most, hogy legyen 30 ember, aki nyáron megszervezi azt, hogy elindul össze egy olyan projekt, aminek a vége az, hogy áprilisban lesz 11 ezer ember. Tehát egy kicsit előre nézzünk, gondolkozunk, tervezünk, és nem pedig fejjel rohanunk a falnak. Mi még ilyen konkrét program, amiből a végén tett lehet
ezek közül, a fórumok közül. A gerilla videó az például arról szól, hogy azokat az urizálásokat és ranyrázásokat, valamint luxus virításokat, amiket a fideszes politikusoktól látunk, azt összegyűjtsük. Tehát az állampolgárok, hogyha azt látják, hogy a 120 000 forintra bejelentett falusi polgármester óriási Mercedes-szel jár, miután az EU-s projektet kivitelezték, akkor igen, azt vegyük föl, és ebből csináljunk egy összesítést. Illetve ami politikai is szerintem nagyon fontos, az az, hogy létre kellene hozni olyan civil kampánycsapatokat, amelyek hiteles, helyileg beágyazott civil jelöltek mögé tudnak állni. Mert jelenleg úgy látszik, hogy a pártok nem minden körzetet tudnak elvinni a baloldalon, és akkor eléggé finoman fogalmaztam, de hogy a Veszprém modell az példa lehet arra, hogyha a helyi civil jelölt erős és tud mozgósítani, akkor nincsen szükség a pártoskodásra, hanem inkább a pártoknak kell. De vannak is ilyen helyi civil jelöltek, akik mögé ezek a civil kampánycsapatok beállnak. Helyi civil csapatok vannak, mi nem azt szeretnénk, hogy itt a független jelölteket mi válasszuk ki, egyáltalán nem. Itt nem egy olyan jelöltállító mozgalomról, vagy abszolút nem pártról van szó, hanem arról van szó, hogyha most kialakulnak csapatok, azok a csapatok elkezdenek dolgozni, a munkából látszik, hogy ki arra az alkalmas. Nem önjelölt vezetőkre van szükség, hanem dolgozó csapatokra. Az ilyen típusú társadalmi mozgósítást nagyon megköszönheti az ellenzék is önöknek, a szervezőknek, viszont ilyenkor mindig az a klasszikus kérdés, hogy mit mond azoknak, akik lélekben egyetértenek, de félnek oda menni, félnek az arcukkal beszállni egy ilyen kezdeményezésbe. Egyrészt az, hogy ez nem csak nem egy egyszeri alkalom, hanem most indul el a folyamat, és majd nyár végén fogjuk majd bemutatni a kézprojekteket. De nyár végén is félteni fogja az állását, vagy a feleségi állását. Van az a pont, amikor szerintem ez át fog majd fordulni. El fogjuk érni ezt a kritikus pontot, amikor már nincsen hova hátrálni. Tehát, hogy jelenleg erre felé halad a fideszes gőzhenger, hogy mindenkinek a tyúk szemére lépnek, mindenkit ki tudnak csinálni, hogyha akarnak, de az elégedetlenségnek a mostani szerteszét szóródó energiáit szeretnénk egy eredőbe vinni, hogy egyfelé mutasson, és így az erővét is tudjon válni. A másik, a félelem mellett felmerülő kérdés, ez pedig az szokott lenni, hogy valószínűleg azért az elégedetlenség az már megvan, a bizonytalanok nagy számából is látszik, csak az emberek a végén muszáj, hogy pártot választanak maguknak ahhoz, hogy ezt a kormányt. Nem muszáj. Önökre lehet szavazni a civilekre? Az a lényeg, hogy itt nem egy választás lesz 2018-ban, hanem 106 kis választás. A választási rendszer pont úgy épül. Ezért nem állt, ha listán is x-elnek valakire. Nem, a listán x-eljen arra, akire neki tetszik, viszont helyben egy esélyes jelöltre kell x-elni. Uh-huh. Az a lényeg, úgy lehet legyőzni a Fideszt, hogyha legalább 35 helyen egy esélyes, nem fideszes jelölt nyer. Ehhez mondjuk inkább 40 az a 35, nem? Legyen 40, akkor már akkor nincs meg az abszolút többsége. Legyen 60, és akkor nincs meg egyáltalán. Jó, tehát a hangsúly az az egyéniben van. Az egyéniben van, és pont az a lényege a független jelölteknek, hogy a független jelöltek tovább tudnak nézni, mint a pártok. Mert a pártokat mindig bekorlátozzák fölülről a központból, a helyi jelöltek meg csak a választóiknak. És akkor vasárnap fél hatra. Vasárnap fél hatra, március 15-et érre várunk. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm.